Tanuszoda Kemecsén 405 millió forint állami forrásból építettek versenymedencét és tammedencét a járási központban. Eszközparkok bővítése, uniós forrásból kapott új eszközöket és felszereléseket 15 Szabolcs megyei önkéntes katasztrófavédelmi mentőszervezet. Gerinc problémák, a lakosság csaknem 80%-a tapasztalt már valamilyen hát- és derékfájdalmat. Átadták Kemecsén a járási tanúszodát. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 405 millió forint állami forrásból épült létesítményben egy 15x25 méteres versenymedence, valamint egy 6x10 méteres tammedence üzemel. Az új tanúszodát 11 település fiataljai használhatják majd. A kormány 2014-ben határozott a tanúszoda program elindításáról, amelynek keretében első ütemben 25, a másodikban pedig 26 úszodát építenek teljes mértékben állami forrásból, és amelyek üzemeltetését is a központi költségvetés fedezi. Kemecsén csütörtökön adták át a 405 millió forintból elkészült létesítményt, amely egy 25 méteres versenymedence és egy tammedence mellett a szükséges kiszolgáló helyiségekkel várja az úszni vágyókat. Csenger, Fehérgyalmat és Baktaló rendháza után, amelyben a Kemecsei a negyedik ilyen létesítmény. Ez volt a cél, hogy az óvodásokat, iskolásokat ingyenesen megtaníthassuk úszni, és ehhez bizony feltételeket kell megteremteni. Így Kemecsén is most átadásra került egy gyönyörű, szép sportúszoda. Azért mondom, hogy nem tanúszoda, hiszen ebben van egy 6 pályás, 25 méteres medence, és egy 10 méteres és 6 méter széles tammedence, ami tényleg azt szolgálja ki, hogy meg tudnak tanulni a gyermekek úszni, és azt követően délutáni foglalkozásban, vagy akár versenyszerűen is tehetségeket felismerve, délután jöhetnek akár edzése is. Úgyhogy kiszolgálja teljesen a szabadidősportot, az élsportot, az utánpótlás nevelést, és azt a célunkat, hogy minden gyermek tanuljon megúszni. Az új létesítményben nem csak a kemecsei fiatalok tanulhatnak megúszni, hanem 11 település diákjai sajátíthatják majd el a sportág alapjait. A járás iskolás gyermekeit fogja kiszolgálni ez a létesítmény, itt fognak megtanulni a gyermekek úszni. Most, amely a tantervi programokban is szerepel, két évfolyamot érint ez az oktatás, a 4. és a 6. évfolyamot. A Magyar Úszó Szövetség elnöke annak örült, hogy az új úszoda átadásával ismételtünhet egy fehér folt a sportág hazai térképéről, és tovább nőhet az úszás utánpótlás bázisa. Nekünk számos programunk van, a Minden gyerek tanulj megúszni, ebbe 96 ezer gyerek vesz részt évente Magyar Úszó Szövetség tagszervezete alatt. A aranyelvényesek, a jövő bajnokai, a Heraklész, ifi válogatott, felnőtt válogatott. Egy jó fölépített piramisrendszer mentén megyünk. Szerintem ezek a programok jól működnek, megadjuk mindazt a támogatást, ami szükséges ahhoz, hogy ne csak a jelen, hanem a jövőnk is sikeres legyen. Seszták Miklós országgyűlési képviselő az összefogás szerepéről szólva kiemelte, fontos, hogy senki ne adja fel az álmait. Szeretném megköszönni mindenkinek, itt kiemelném államtitkár asszonynak a szerepét is, és az Úszószövetség jelenlévő tagjainak is a szerepét, akik segítettek nem elfeledni az álmainkat. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy még nagyon sokat tudjunk álmodni együtt, és egy csapatba, egy irányba húzva, nagyon sok alapkőletételen, nagyon sok szalagátvágáson és nagyon sok közösségi rendezvényen tudjunk részt venni. Az avató ünnepségen az is elhangzott, hogy Kemecsén hamarosan egy sportcsarnok is épülhet majd állami beruházásból. Országjáró kampányba kezdett az MSZP, hogy aktivistákat toborozzanak a májusi európai parlamenti választásokhoz. A párt EP képviselője Nyíregyházán azt hangsúlyozta, Brüsszel egy úgynevezett szociális fordulatra készül. Ennek eredménye lehet, hogy többek között egységes minimálbért és nyugdíjat vezetnek be a tagországokban. Az elmúlt években csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe összesen 600 milliárd forint európai uniós forrás érkezett. A további támogatások érdekében együttműködésre van szükség az Európai Parlamenttel, hangzott el a sajtótájékoztatón.
tavaly novemberben Göteborgban fogadta el tulajdonképpen az összes tagország és az összes politikai szervezet a szociális jogok európai pillérét, ami egy sajátos keretrendszer, 20 pontban fogalmazza meg azokat a szociális jogokat, amelyek egyébként az európai alapokmányokból levezethetők, de a gyakorlatban ma még nem érvényesülnek, és rengeteg jog tartozik ide, a táplálkozáshoz való jog, a gyermekjogoknak a dolga, az oktatáshoz való jog, a normális munkafeltételekhez való jog, a méltányos nyugdíjakhoz való jog, az európai minimáljövedelmekhez való jog, és még sorolhatnám a végestelen végig, hogy mennyi minden jogot fektetett le ez a pillér, ennek a kiteljesítése a következő éveknek a feladata. Új felszerelésekkel és eszközökkel gazdagodott több mint egy tucat a megyében működő önkéntes katasztrófavédelmi mentőszervezet. A közel 1,5 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatás segítségével mások mellett aggregátorokkal és zagyszivattyúkkal bővül idén az eszközparkjuk. A cél, hogy hatékonyabban készülhessenek fel a kárfelszámolás során adódó feladatokra, modern jármű és eszközparkkal, korszerű tudással felvértezve kapcsolódjanak be a mentés, kárenyhítés és helyreállítás munkálataiba. Még csak ismerkednek az új eszközökkel az önkéntes mentős szervezetek tagjai. Pénteken kapták meg a felszereléseket a nyíregyházi tűzoltóságon. Ezek az egységek tevékenységükkel a katasztrófavédelem munkáját támogatják, így a hivatásos tűzoltókhoz hasonlóan számukra is fontos az eszközparkok bővítése. A katasztrófavédelem már évek óta stratégiai partnereinek tekinti az önkénteseket, és az önkénteseket nem csak bevonni szeretnénk, hanem úgy szeretnénk bevonni őket a védekezésbe, hogy felkészülten, megfelelő modern technikai eszközökkel felszerelve azokat jól alkalmazva tudjanak részt venni a védekezésben, a helyreállítás feladataiban. Ez egy közös feladatunk, ami nagyon fontos, hiszen az emberi élet védelme, illetve a biztonság javítása az egy közös társadalmi elvárás. Ehhez a tevékenységhez egy Európai Uniós projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében kapott támogatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közel 1,5 milliárd forint értékben. Ebből a 1,5 milliárd forintból országosan 200 mentőszervezet kap valamilyen támogatást. Ebből a 200 mentőszervezetből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 15 mentőszervezet kapott most támogatást, és kap a jövőben még támogatásokat. A projekt keretében bővül az önkéntesek ár- és benvízkárok enyhítését szolgáló technikai készlete. Az áramfejlesztő aggregátorok és zagyszivattyúk mellett más fontos felszereléshez is hozzájutottak a szervezetek. Ebben terepjáróképességű járművek vannak, olyan eszközök, amelyek az árvízi védekezéshez vagy rendkívüli események helyszínén jól alkalmazhatóak, mentőruházatok, speciális védőruházatok vannak ebben a támogatásban. Ez a támogatási eszközpark úgy kerül felhasználásra, hogy átadásra kerülnek ezek az eszközök az önkéntes mentőszervezetek részére, és ahogy igazgató úr az átadási ünnepségen említette, ezután következik egy felkészítés, hogy ezt biztonságosan és balesetmentesen tudják alkalmazni. Az igazgató helyettes azt is elmondta, hogy tovább segítve a védekezést, a közeljövőben mások mellett fűthető sátrakkal és különböző speciális felszerelésekkel gyarapodik az egységek eszközparkja. Akár 5-ször nagyobb terhet helyezhet a gerincre az előrehajolt telefonnyomkodás, így a 25 kg-ot is elérheti a terhelés mértéke. A lakosság csaknem 80%-a legalább egyszer tapasztalt már valamilyen hát- és derékfájdalmat, az ülő életmód az egészséges gerinc egyik legnagyobb ellensége. A helytelen testtartás kialakulásáért a fizikai munka is felelős lehet. Hogyha megnézzük a nyaki szakaszt és a háti szakaszt, nagyon fontos, hogy egyenesbe rakjuk a nyakunkat, fejünket. Mindent a fejnek a helyzete dönt el. A mai gyerekek, a mai felnőttek egyfolytában a telefonjukat nyomkodják, és hogyha egy picit is előrébb billen a fej, akkor egy olyan szöget zár be a háti szakaszra, ami borzasztó nagy terhet ró erre a nyaki és a háti szakaszra. Ezért muszáj először a fejet beállítanunk középhelyzetbe, picit húzd be ide az álladat, úgy egyenesítem a nyakamat. Jó, most add ide nekem a telefont, ez nem kell. Engedd le a két karodat törzs mellé, zárjuk a lapockánkat, emeljük a mellkasunkat, megtolom előre, úgy billented egy picit a medencét, és a fejed tetejével próbálsz nyújtózni a plafon felé. Még zárom a lapockát, úgy, és engedjük le a zára. Azaz, mehet még, vagy kétszer-háromszor.
Bihariné Kratz Erika gyújtornász azt mutatja, hogy fontos a deréki támasztása is, illetve érdemes állítható széket használni az iskolában és a munkahelyen, ha van rá lehetőség. Az ülőmunka folyamán egy úgynevezett ékpárna is hasznos lehet, ami segíti a medence dőlésszögét, ezáltal jobb helyzetbe kerül. Ma már naponta körülbelül 2-3 órát nyomkodjuk az okostelefonokat, ez is rossz hatással van a testtartásunkra. Amikor a fej függőleges helyzetben van, vagyis a fülek és a váll egy vonalban helyezkedik el, a lapockák pedig hátra vannak húzva, akkor van a legkellemesebb, legjobb helyzetben a nyak és a gerinc. Ilyenkor a fejünk 4-6 kilónak megfelelő erővel nyomja a nyakat és a gerinc többi részét. Ez a normális állapot, viszont ha 60 fokos szögben előrehajolva nézzük a telefonunk kijelzőjét, akkor akár körülbelül 25 kilónak megfelelő erővel terhelhetjük a gerincet, vagyis 5-ször nagyobb a terhelés mértéke. Az elmúlt évek statisztikái alapján a lakosság csaknem 80%-a legalább egyszer tapasztalt már valamilyen hát- és derékfájdalmat. Azt se lehet mondani, hogy mind a fizikai megterheléstől, vagy mind az ülőmunkától, mert mindannyian kap súlyt. Mind a mozgásszegény életmód befolyásolja, meg mindegy olyan rossz kényszertartás, amiben nap mint nap vagyunk. Nem is gondolná az ember, hogy például egy kozmetikusnak, ahogy folyamatosan a vendégei a paciense felé hajol, egy olyan kényszertartás alakul ki a nyakánál, vállánál, ami szó szerint megnyomorítja az életét. Nagyon sokan jelentkeznek ezzel a problémával, és az a legnagyobb baj ezzel a problémával, hogy mind a gyerekkorban is már nagyon hamar kialakul. Az elmúlt években lecsökkent az a normális mozgáskultúra, amire szüksége lenne a gyerekeknek, így egyre jellemzőbb, hogy már egyre fiatalabb korban diagnosztizálnak valamilyen gerinc problémát. Hosszú időn át tartó, rendszeres mozgással gyógyítható a deformálódás, a gerincferdülés és akár a gerincsérv is. A mai tendencia azt mutatja, csináltak ilyen kutatást, kísérletet, ahol összehasonlították a megoperált gerincbetegeket, a rehabilitációjuk végén felmérték őket, és összehasonlították egy olyan csoporttal, akiket nem operáltak meg, ugyanazt a rehabilitációt csinálták, és 3 hónap múlva összevetették az eredményeket, és az volt az igazság, hogy körülbelül egy szinten voltak, mind az operált és a nem operált betegek. Tehát most már mind az idegsebészek, mind az ortopéd sebészek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyógytornára és a mindenkörű rehabilitációra. A gerincbetegség nőknél és férfiaknál egyaránt kialakulhat. A magas sarkú cipő és a féloldalon viselt táska növeli az esélyét, de befolyásoló tényező a súly és a mozgás szegény életmód is. Egy gyalogosan közlekedő férfit ellenőriztek a pénzügyőrök Tiszabecsnél, aki a vizsgálat alatt feltűnően idegesen viselkedett, így a NAV munkatársai a tételes vámvizsgálat mellett döntöttek. A férfi az ellenőrzés hallatán önként adta át a derék melegítőjében és a zsebeiben rejtegetett csomagokat. Az 5 csomag összesen 1250 g kábítószergyanús anyagon a helyszínen elvégzett előzetes tesztek kannabisz származékot mutattak ki. A férfi állítása szerint megbízásból szállította a narkotikumot, amit Tiszabecs határában egy fatövében kellett volna leraknia. A pénzügyőrök a kábítószergyanús anyagot lefoglalták, és további eljárásra átadták a rendőrségnek. Dragomán György Kalucsni című drámáját mutatja be a Móri Zsigmond Színház társulata szombaton. Az előadás a rendszerváltás előtti Ceausescu diktatúra világába vezet. A szerző napjaink egyik legfontosabb, külföldön is elismert magyar írója, Erdélyből települt Magyarországra. Az előadást a Nyíregyházán először dolgozó Szikszai Rémusz rendezte. Neki házkutatás lesz! Semmi baj, nagymama! Tessék, megnyugodni, nincs semmiféle házkutatás, csak a költöztetők vannak itt. Tessék, megnyugodni, minden rendben lesz. Miféle költöztető? Hogy a költöztető? Göttinger Páltól kapott lehetőséget Szikszai Rémusz egy bő 30 évvel ezelőtti történet feldolgozására. A Dragomán György által írt színdarab első néhány oldalának elolvasása után a rendező örömmel fogadta el a felkérést. Szerinte ugyanis kevesen tudnak ilyen drámát írni, 10-15 évente egyszer születhet hasonló darab. Ez egy kivételes, én nagyon örülök, hogy találkoztam vele, és annak is örülök, hogy nincs nagyon sok előzménye. Ugye ezt Kolozsvára mutatták be, ott volt az ős bemutatója, és Magyarországon pedig Máté Gábor
rendezte meg egy főiskolás végzős osztálynak az Ódri színpadon, úgyhogy nem is vindikálnám el tőlük a jogot, tehát ők az ős bemutatósok, mert az is egy színházi előadás volt az Ódri színpadon, de hogy kőszínházban Magyarországon ez az első alkalom, és én ennek nagyon örülök, hogy közön van hozzá. Beres ezredest, a román titkos rendőrség gonosz helyi mindenhatóját Kaszás Gergő alakítja. A színész többször járt már a Vidor Fesztiválon, így a Móricz Zsigmond Színház sem ismeretlen a számára, bár a társulattal ilyen formában most először dolgozik együtt. Külön öröm számára, hogy az első alakítása a Kalucsnyihoz kötődik. Ez egy színdarabnak íródott, amit én nem is tudtam, hogy Gyuri írt színdarabot is. Én csak eddig novelláit olvastam, és prózáit csak. Én azt gondolom, hogy nagyon érett drámaíró. Ez nagyon, nagyon, nagyon élő és erős helyzeteket ír. Azt gondolom, hogy 20-30-40-50-100 év múlva is ez a darab, ez létező darab lesz, és játszani fogják. A darabot március 2-től láthatja a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. Súlyos vereséget szenvedett hazai pályán a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese a Pécsi Pink Ese csapatát fogadta, és a vendégek 82-44-es győzelemmel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. Az NKS szombaton a listavezető TFS-e otthonában lép pályára. A meccs előtt a pécsiek álltak rosszabbul a tabellán, de a vendégek kérésére elhalasztott meccs pótlásán 6 A-csoportos kosarassal a soraiban állt ki a Pinkese, ami már a feldobás előtt eldöntötte a találkozó sorsát. Az amúgy is foghíjas hazaiak az első két negyedben még tartották magukat, azokat 5, illetve 6 ponttal nyerte az ellenfél. Fordulás után kijött a két csapat közötti rutinban, illetve fizikumban meglévő különbség, így a mérkőzés végére közel 40 pontosan nőtt a vendégelőny. Semmilyen szinten nem tudtunk partiba lenni, mert egy eleve kaptunk két olyan játékvezetést, aki nem igazán tolerálta az ellenfél néha szerintem egy kicsit az agresszivitásba átnyúló védekezését. Na most ebből következett ugye, hogy mi kicsit rutintalanok vagyunk még, és mi fiatal játékosunk vérmérsékleténél fogva ütöttük utána a sportszerű nehémákat, ugye kaptunk 3-4-et, és akkor mi nem gondolkoztunk, hanem mi megpróbáltuk a saját kezünkbe venni a dolgokat, és mi megoldani, hát sajnos ez ugye nem jött össze, mert sponszert névákat kaptunk. Ez egy kaotikus mérkőzés volt annak rendje módja szerint. Itt azért az indulatoktól nem volt mentes, de egy percig nem volt nyerési esélyünk, tehát bármilyen formációban mentünk fel, bármilyen védekezést alkalmaztunk. Ez a Pink most például sokkal jobb csapat volt, mint mi. Mivel a korábbi hiányzók továbbra sem tudják vállalni a játékot, a következő listavezető TFS elleni meccse is fiatalokkal áll ki a nyíregyházi kosársuli. Elindulunk most a komplet junior csapatunkkal a TFL mérkőzést játszani, ugye azt jelenti, hogy minden poszton, tudom én, akárhány kilóval súlyosabb lányok ellen játszanak, a centibe talán néha már fölveszük a versenyt, de ugye, hogyha a kort nézzük, akkor az a minimum, hogy 3-4 évvel idősebbek ellen, és ez a minimum, tehát lesz olyan, amikor akár 9-10 évvel idősebb ellen is játszanak, tehát ugye évelején mi ezt vállaltuk, innentől kezdve nekünk ezt kell megoldanunk, de a TFL biztos, hogy nincsenek nyerési esélyünk, ott mindenféleképpen az a cél, hogy egy tisztes helytállás legyen, és hogy ugye felkészüljünk az előttünk álló junior B döntőre. Az amatőr NB egy piros csoportjának tabelláját a TFS vezeti 100%-os teljesítménnyel a 14-1-es mutatóval álló csatadélyes előtt. A nyíregyházi kosársuli 4 győzelemmel és 11 vereséggel a 11. helyen várja a folytatást. Az MB3 keleti csoportjának 6. helyén várja a bajnoki folytatást a Sényői futballcsapat. Az Újonctól 3 játékos távozott a téli szünetben, helyükre 4-en érkeztek az Imre László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együtteshez. A Sényő vasárnap Füzes gyarmaton lép pályára. A nagyszerű őszi szereplés után időarányosan jól áll céljai megvalósítását tekintve a Sényői futballcsapat. A biztos bennmaradás már 16 fordulót követően elérhető közelségbe került, tekintve, hogy a 6. helyen fordult az újonc. A téli szünetben 3-an távoztak a csapattól, Takács Ádám Balkányban, Habulcsák Krisztián Ibrányban, Maricz Gábor pedig Apagyon folytatja pályafutását. Helyükre 4-en érkeztek, és a szakemberek szerint nem csak a létszámkülönbség miatt erősödött a játékos keret. Lakatos Bence Tarpáról, Izák Bence Gyöngyösről,
Kapacina Valer Mosonmagyaróváról, Bernát Martin Nyírbátorból tette át a székhelyiségnyűre. Az edzőpáros a felkészülési program összeállításánál nem csak a mennyiségre, a minőségre is igyekezett figyelni. 8 edzőmérkőzést játszottunk a felkészülés során, Nyílgyulajjal kezdtük, ő egy alacsonyabb osztályú ellenfél volt, aztán pedig próbáltunk egyre jobb játékerőt képviselő csapatokkal játszani. Az edzőmérkőzések nem sikerültek rosszul, a Debrecenben is játszottunk egy edzőmérkőzést, ott a két fél időben két különböző csapattal játszottunk, az első fél időben azzal a csapattal játszottunk, aki az Ajka elleni Magyar Kupa mérkőzésen a pályára lépett, a második fél időben pedig a Debrecen U19-es csapattal játszottunk, illetve játszottunk a végén Ibránnyal és a főpróbát pedig Tájával. A sényűiek bíznak az őszihez hasonló folytatásban, bár tudják, hogy egy újonc számára mindig nehezebb a bajnokság második szakasza. Tisztában vagyunk vele újonc feljutó csapatként, hogy az ősz az általában mindig jobban sikerül, ugye még viszi a csapatot a lendület, valamint még ugye az ellenfelek annyira nem ismerik őket. Aztán ugye, mivel egyre jobban megismertek minket, meg letettük a névjegyünket, úgy gondolom az NB3-ban is, ezáltal biztos, hogy sokkal nehezebb tavasz vár ránk. A sényű számára már a nyitány sem lesz egyszerű, vasárnap a negyedik helyezett Füzesgyarmat otthonában lépnek pályára Kapacináék. Nem lesz egyszerű mérkőzés, főleg így első meccsre, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat és nagyon jól dolgoztak a fiúk ahhoz, hogy bizakodóan várjuk ezt a mérkőzést. Itthon is egy nagyon jó és nehéz mérkőzést játszottunk velük, erre számítunk ott is, de felvesszük a kesztyűt és reméljük, hogy a lehető legjobban jövünk majd ki belőle. A 17. forduló további párosítása a következő: Eger Nyírbátor, Deac Tiszaújváros, Szolnok Putnok, Diósgyőr 2 Salgótarján, ESMTK Sajóbábonyi Cigántája. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A kormány 2014-ben határozott a Tanúszoda program elindításáról, amelynek keretében első ütemben 25, a másodikban pedig 26 uszodát építenek teljes mértékben állami forrásból. Kemecsén mintegy 405 millió forintból építettek tanúszodát, melyben egy versenymedence és egy tanulómedence is helyet kapott. Közel 1,5 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a katasztrófavédelmi önkéntes mentő szervezetek eszközparkját. Megyénkben 15 egység kapott az új felszerelésekből, amelyek közt aggregátorok és zagyszivattyúk is vannak. Az eszközöket pénteken adták át Nyíregyházán, a közeljövőben pedig újabb felszerelésekkel segítik a szervezetek munkáját. A lakosság csaknem 80%-a legalább egyszer tapasztalt már valamilyen hát- és derékfájdalmat. Az ülő életmód az egészséges gerinc egyik legnagyobb ellensége. A helytelen testtartás kialakulásáért a fizikai munka is felelős lehet, de akár 5-ször nagyobb terhet helyezhet a gerincre az előrehajolt telefonnyomkodás is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 1-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szombat reggelig leginkább felhős idő valószínű, eső zápor elszórtan várható. Az északnyugati, majd az északkeletire forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. Szombat esik felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Eső zápor néhol előfordulhat, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, közepesen többször erősen felhős lesz az ég. Több helyen, illetve több alkalommal valószínű esőzápor, gyakran megerősödik a nyugati szél. Vasárnap hajnalban főleg északkeleten számítani kell fagyra, a jövő héten zömében 0 fok felett alakulnak a minimumok. A csúcshőmérséklet általában több fokkal meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket,
Helyenként eléri, időnként meg is haladhatja 15 fokot.